Tisztelettel köszöntöm a hatos csatorna nézőit. Önök a terézvárosi kék híreket hallják. Hatóságunk az elmúlt héten 17 alkalommal zárt le eredményesen nyomozást. Ezek közül 16 esetben vádemelést, egy esetben pedig bíróság elé állítást kezdeményeztünk a gyanúsítottak ellen. Mint a korábbi hetekben, úgy ebben a terminusban is több típusú ügyből állt össze ez a szám. Összesen 9-féle bűncselekményt foglalt magába a fent említett 17 ügy. 5-5 esetben garázdaság és lopás, 2 alkalommal tartásdíj fizetés elmulasztás, 1-1 esetben pedig csalás, kábítószer bűncselekmény, orgazdaság, közokirat hamisítás, ittas vezetés és intellektuális közokirat hamisítás típusú ügyeket fejeztünk be. Az említett felsorolást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy megint csak magas értéket képvisel a garázdaság. Ebben sokszor szerepet játszik az alkoholfogyasztás, de a vélt vagy valós sérelmek azonnali megtorolása is a kiváltó okok között van. A lopás bűncselekmények minden esetben különböző helyen elkövetett bolti lopások voltak, és ezek között van olyan is, melynél a gyanúsított többszörös elkövetőként került az ügyészség elé. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága eljárást indított jármű önkényes elvétele büntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A turistaként Magyarországra érkező orosz állampolgárságú sértett elmondta, hogy 2015. május 4-én este 10 óra körüli időben a 28.000 euró értékű motorkerékpárjával leparkolt a 6. kerületi Jókai téren lévő hotel előtti parkolóban, majd bement a szállodába. A motorkerékpárhoz ezt követően körülbelül 20 perc múlva visszatért, amit akkor már nem talált a korábbi helyén. Hatóságunk ezután a helyszínen és környékén tanúkutatást végzett, valamint ellenőriztük a térfigyelő kamerák felvételeit is. A tanúkutatás ugyan eredményre nem vezetett, de a kamerákon a tettes útvonala a cselekmény helyszínétől több utcán keresztül követhető volt. Miután elveszítettük a képről a férfit a motorral együtt, felkutatásukra akciót szerveztünk. A bűnügyes és a KMB-s kollégák módszeresen ellenőrizték a fellelhető helyeket, parkolókat, udvarokat. Ennek eredményeként a következő napon, a kora délelőtti órákban a motorkerékpárt a Podmanicki utca egyik társasházának udvarán elrejtve felfedeztük. Az elkövetőt ugyanakkor nem sikerült megtalálnunk. A 6. kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képeken látható férfi személyazonosságáról, hollétéről, tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a 061-461-8144-es számon kapitányságunkat, a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikét, vagy írjon nekünk a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága nyomozást folytatott a 45 éves A. Ferenc budapesti és a 34 éves D. Béla újsolti lakosokkal szemben csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 2015. január 1-én 7 óra és 7 óra 30 perc közötti időben felszálltak egy a Budapest 6. kerületen közlekedő villamosra, és ott a Ferenc polisz felületúj jelvénnyel magát rendőrnek kiadva felszólította a sértettet, hogy szálljon le vele és adja át pénztárcáját. Eközben a szintén a villamoson tartózkodó D. Bélával rádión keresztül tartotta a kapcsolatot. A fiatal fiú a felszólításnak eleget tett, a villamosról leszállt, és a nyugati téri villamos megállóban a pénztárcáját a Ferencnek átadta. Időközben a sértett gyanút fogott, a pénztárcáját a férfi kezéből kitépte, és elszaladt a helyszínről. A közelben tartózkodó vasútbiztonsági osztály nyugati pályaudvari alosztály járőreitől kért segítséget, akik a két férfit a helyszín közelében elfogták, és a 6. kerületi rendőrkapitányságra előállították. Velük szemben az eljárást szabadlábon hagyásuk mellett folytattuk le. A nyomozást a napokban befejeztük,
és az ügyiratait vádemelési javaslattal továbbítottuk a budapesti 6.-7. kerületi ügyészségnek. Ezek voltak a heti Terézvárosi kék hírek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét találkozunk. Viszontlátásra! Ezek voltak a heti Terézvárosi kék hírek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!